Sebestyén Balázs mindig is érdekes figurának számított a magyar médiában. Kezdetben a Z+, majd a Viva TV műsorában tűnt fel, később az RTL csapatát erősítette, így van ez a mai napig is. A televíziós műsorvezetés mellett a rádióban is évek óta jelenlévő Balázs komolyan veszi, hogy a konkurenciát ismerni kell. Nagyképű dolog lenne, tudod, ha mi csak azt tolnánk, amit mi tudunk, és nem figyelnénk senkire. Pontosan tudom, hogy ki ül a Juventus rádió ma reggel, pontosan tudom, hogy mit csinál. Music FM reggel, nekem ez a szakmám, ehhez értek, én az összes rádió reggeli műsorát ismerem, tudom. Sőt, amikor én jövök reggelente, akkor én beléjük is hallgatok. Nekem az a perverzióm, hogy én megyek végig 3-6-tól, belehallgatok az ő ismétlésükbe, az ő beköszönőjükbe, az ő hírszolgálatukba, tehát mindegyiket szakmailag meghallgatom. Nem az, sose hallgatom a saját ismétlésünket reggel, hanem meghallgatom a Petőfit, a Juventus, mindegyiket, a Gáborékat. Milyen szeretem, ez engem ez érdekel. A Morning Show műsorvezetői sokszor kapnak hideget, meleget. Azt Balázs is elismeri, hogy nagyon rosszul fogalmaztak például a gólyatáboros esetben, ezért elnézést is kértek annak idején. A műsorvezető ugyanakkor úgy gondolja, hogy a bulvár média is tehet arról, hogy időnként nagyobb szélvihar kavarodik körülöttük, mint kéne. Ez egy fontos szelep, és szerintem az iróniát sokszor keverik a bántással, amit pedig nem szabadna. Csak a magyar ember füle úgy van, hogy megalázták, megbántották, mindig ez. De ezt leginkább egyébként itt csináljátok a bulvár egyébként, hogy én elmondok 3 mondatot arról, hogy mi a véleményem arról, hogy Gombos Edina egyébként levetkőzött a Best címlapján, és 2 nap múlva boldog, hogy megalázták Gombos Edinát. Ami nem így volt. A szerkesztő ugye címlapot kellett, hogy generáljon, senki nem alázta meg, odáig meg, hogy még idézetet se tudtak betenni, mert nem volt valódi. Ezeket a dolgokat ugyanakkor ti ferdítitek el, hogy másnap el tudjátok adni az újságot. Úgyhogy erről ti tehettek. Ennek ti vagytok az oka. De a bulvárnál maradva nem kerülhetjük meg azt a kérdést sem, hogy hogyan állnak Balázs pénzügyei. Például igaz-e, hogy akkor is kap fizetést az RTL-től, ha egy műsora sem fut? Ez egy nagyon szép megoldás az RTL-től. Nyilván nem volt mindig ez így, nyilván nekem ahhoz nagyon sokat kellett dolgoznom, és bizonyítanom is műsorokban helytállom, hogy így legyen. De ez valóban így van, hogy én azon státuszban vagyok, hogyha nekem nincs műsorom, akkor is kapok fizetést, viszont ha egyszerre 3 műsorom van, 2, amiről volt példa, hogy 4-4 jelent széffel, póker arcon, nem tudom mit forgatok, és még készhetverést, akkor is ugyanaz a bér, de akkor is ugyanaz a bér, ha nem dolgozol. Ez egy nagyon szép megoldás, nagyon ember, én ezt olyan kedvelem nyilván, de azért az RTL-t ismerve úgyse hagyna sokáig heverni. Szeretem is csinálni, szeretek a csatornánál dolgozni, szeretem az ottani légkört, úgyhogy én mindig szívesen televízióm. Én a televíziós műsort inkább készíteni szeretem, azt, amivel jár kevésbé, de ott lenni, televíziózni, készíteni, az nekem nagy szerelem, úgyhogy nagyon várom, hogy csatasorba állítsanak újra. Balázs magánélete tabu nem csak a médiumok, hanem a rajongók előtt is. Sem felesége Viki, sem Benny és Noel sem jelennek meg nyilvános eseményeken, tudatosan tartják együtt távol magukat a nyilvánosságtól. A beszélgetés alatt Balázs ugyanakkor elárulta, hogy most teljesnek érzik a családjukat. Nagy álom volt, hogy a Benny mellé jöjjön egy kislány. Úgy döntöttük, hogy nem, hogy ezt a véletlenre bízunk, ha van ilyen, bár szinte nincs ilyen, lett volna a doki, aki megoldja, hogy kislány legyen. De mi azt mondtuk, hogy jöjjön az a lélek, akinek jönnie kell abban a megtestesülésben, ahogy akar, ő fiúként jött, úgyhogy ezzel nincs baj. Mi most úgy érezzük, hogy 2-nél megálltunk. Aztán persze sosem mond, hogy soha, az egy után is azt mondtuk, hogy nem, de a 2 gyerek valahogy nagyon komplex. Tehát amíg 1 gyerek volt a Benny, addig mindig volt bennünk egy hiányérzet, és most ugye Noel itt van, most valahogy 4-en vagyunk egy család. Tehát valahogy olyan energiák vannak otthon, amikor nem csinálunk semmit, otthon vagyunk, egymásra figyelünk, 4-en vagyunk, ami szenzációs. A Benny-nél még volt egy hiányérzet, és ezt a Benny is sokszor mondta, hogy neki még hiányzik valami, nekünk is hiányzott. Most ugye Noel megjött, most nagyon kerek a dolog. Az, hogy ott látsz egy kis lelket magad mellett fölnőni, kérdezni, tanítod, és este úgy alszotok el, hogy tényleg fogod a kezét, és azt mondja, apuci, szeretlek. Hát azért itt kit érdekel az ember saját egója, hogy ha másról nem szól az életed, csak róluk. Ha közben a gyerek neked este ilyet mond, hát akkor nem érdekes már, hogy te mit szeretnél, az a lényeg, hogy ő mit szeretne. Sebestyén Balázst az évek alatt sokan vádolták nagyképűséggel és egoizmussal. Ha ez így is volt, a 2-szeres apaság mára már biztosan megváltoztatta őt.